Hámori Bernadett mesterkozmetikus vendégünk, és az arcmasszázs fontosságáról fogunk beszélgetni, mert hogy azt hiszük, hogy az arcmasszázs az csak lazítja az arcunkat, hogy olyan kellemes érzést okoz, de nem, sokkal több ennél, ugye? Ennél sokkal többet tud, és igen, nagyon szeretne mindenki akár hetente is eljárni kozmetikushoz, hogy ezt élvezze, mert ugye nem csak a bőrünkre, hanem az érzékeinkre is hat, tehát az idegrendszerünket is nyugtatja, és mindamellett, hogy az izomtónust fokozza, a bőr újratermelő képességét is, tehát a kollagén és az elasztin rostok termelődését is aktivizálni tudja, illetve hát a bőr rugalmasságát fokozni, az izmokat erősíteni. Gravitációra tud ellenállni utána. Vannak ugye lifting kezelések, tehát sőt lifting arcmasszázs is van, de ezt általában inkább kozmetikusoknál lehet igénybe venni. Én inkább arra szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy otthon, tehát, hogy otthon hogy tudunk napi szinten a napi rutinba belevinni olyan mozdulatokat, amivel ezeket az arcizmokat tornáztatni tudjuk, és a bőr rugalmasságát fokozni tudjuk. Na nézzük, akkor első lépés. Több lépése van már, mondtad az előbb. Igen, igen, tehát ugye a folyamata az arcápolásnak otthon mindig úgy kell, hogy kezdődjön, hogy tej, tónik. Tehát a letisztítással, úgyhogy én ezt demonstrálni is szeretném, egy teljes... Ez most egy lemosó tej. Ez egy lemosó tej, kicsit megmelegítem a kezemet inkább. De kell vizezni egyébként? Nem, ezek vizes állagúak. A sportolósok csinálhatják. Úgyhogy simító mozdulatokkal felvisszük az arcra, én most az arcra koncentrálok, felfelé haladunk, tehát nagyon fontos alapszabálya a masszázsnak, hogy jól csúszson. De mert saját magának is megcsinálhatja, nem ugyanúgy? Nem, ezt magunknak, tehát felfelé irányuló mozdulatokkal, körkörösen, szépen átmasszírozzuk az arcot vele. Ezt nem fogja beszívni az arcunk, ugye? Ezt nem fogja beszívni, ezzel a szennyeződéseket oldjuk fel. Egy-két percig elég, tehát otthon senki sem szeret, meg nincs is ideje sok időt eltölteni, de az esti rutinba bele lehet építeni. Azt láthatod, hogy álltól megyük oldalra, orr felé, és a homlok. Középirányból haladunk közöbb mindig kifelé. Kifelé, homlok irányból, és fölfelé. Mint ez a feszítés, igen, nem? Igen, és aztán egy nagyon kellemes dolog, amit mondjuk a párunkat is megkérhetjük, és akár egy ilyen közös... Közös törölköző nyomkodás, ez nagyon nagy. Nem, ezt a vendégek is nagyon szeretik, hogy forró kendővel áttöröljük. Jaj, az nagyon jó. És ezzel már lejön a szennyez. Lemosásra nincs, nem, és ugye szappan... nem konkrét szappant értek ez alatt, hanem ilyen arclemosó szappan, az nem is kell? Már, vannak habzó szappanok, tehát speciálisan erre való tisztító szappanok, de sokkal inkább ajánlott a teljes lemosás a szappana, nagyon sok mindent kioldunk a bőrünkből, és azt már pótolni kell a tisztító eljárás folyamán is. És a zsíros bőrűek se használjanak azért szappan? Speciális szappanokat, tehát kérjük ki a kozmetikus tanácsát, ne emelgessük le, nagyon sok alkoholos, tehát látom a szakmámból, hogy rengetegen használnak még most is alkoholos letisztítókat, ezzel nem érünk el. Szárítjuk eredmény, nagyon kiszárítjuk vele a bőrt, és pont ellentét is és hatást fogunk elérni. Ez most egy tonik, amit ez a ugye tonik, te az mi a különbség két tonik között? Egyik Nem, ez egy lemosó tej volt, ebben már hidratáló összetevők is vannak a tisztítóalkon kívül, a tonikba. Ennek mi a neve? Ez a tonik. Ezen belül bőrtípusnak megfelelő tonikok léteznek, tehát mást használunk zsíros bőrre, ez egy érzékeny bőrre való tonikot hoztam most. Eltávolítja még meg ez a maradék szennyeződést eltávolítja, illetve visszaállítja a bőrnek a pH-ját, ami enyhén savas. Ez is már egy masszázs, amit most csinálsz? És már ez is, tehát ugye folyamatosan kontaktálunk a bőrrel, a felső rétegét masszírozgatjuk, és ami nagyon sokan kihagynak, és tisztító eljáráshoz tartozik, heti egyszer-kétszer nagyon fontos lenne megismételni. Ez az arcradír. Arcradír. Arcradír, amit... Abban is van ilyen zsíros bőrre, nem zsíros száraz bőrre, vagy az átlagos ebbe érzékeny bőrre, általában enzimes peelingeket, radírokat szoktunk használni, az ami nem dörzsölős. Ami abszolút nem dörzsölős, és biológiai enzimek oldják le az elhalt szarút. Ez, amit most én hoztam, ez egy mechanikai, tehát egy kombinált peeling, mechanikai és enzimes, tehát még az enzimeket rá segíti a mechanikai dörzs hatás, hogy leszedjük vele az elhalt szarusejteket, és itt is már masszázs.
tehát itt most ez már a masszázs. Ez egy körkörös egyébként, masszázsnak is nevezhetjük. Esetleg elfogy a készítményünk, akkor ezt a dörzsölős peelinget miből tudjuk előállítani magunknak ott? Szoktak csinálni cukorból, sóból is hallottam, bár azt inkább testre, akkor magőrleményekből. Kis olívaolajjal keverjük össze mondjuk igen, ezt a cukrot. Igen, jól felszívódó olajokkal. Nem porcukrot nyilván. Igen, tehát barna cukorból már láttam, de az nagyon durva szemcsés lesz. Tehát azért jobb, hogyha finomabb szemcséket alkalmazunk. Én Dominikáról hoztam homokot, még pár évvel ezelőtt, jó sokat, és az valami isteni az arcnak, tényleg. De csak simán a lemosóba belekeverem, és azzal masszírozom át, és olyan lesz, mint a babapopsi. Na hát, igen, elhiszem. Homok, nagyon jó. És amit otthon megcsinálhatunk, ez a körkörös masszázs, mert ugye, tehát ami ilyen mély izmokra ható, azt hagyjuk inkább a szakemberre, tehát inkább a bőrfelszínt próbáljuk ezzel meg aktivizálni. Ezzel a alulról fölfelé esetleg a megereszkedését meg tudjuk, akár vagy arra egy kicsit ellene hatunk. Arra mondjuk mélyebb rétegeket kell érinteni, de így a vérbőséget már most aktivizáljuk, ezzel az anyagcsere is fokozódik. Ugye az oxigén ellátása nő a sejteknek, úgyhogy az anyagfelvétel is jobb lesz a letisztítás után. Tehát egyrészt tiszta is lesz a bőr, meg a vérbőség is. Bocsánat, szépen, majd le fog járni az idő. Utána, tehát ezzel most meg volt, utána megint lemosunk. Igen, és akkor igen, utána lehet megkérjük a párunkat. És hát persze. Finom növényi olajokkal, tehát akár mandulaolajjal, kókuszolajjal, azzal egy masszást, igen, és ezeket a körkörös mozdulatokat javaslom, vagy az izmok mentén, tehát akkor mutatom lemosás helyett, ha kevés az időnk, tehát itt végig nyomkodni akár az izmokat, aha, vagy itt, tehát ilyen finom csípő mozdulattal, középvonaltól kifelé haladva, végig lehet így finoman otthon magunknak masszírozgatni, vagy a szájköz. Ne használjanak olajat, vagy igen? Azért speciális olajok vannak? Vannak, igen, tehát nekik is olyan szempontból jó a masszázs, hogyha serkentjük, meg melegítjük a bőrt, akkor jobban kioldódik a fagyú. Aha. Hát, Bernadett, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon jó volt nézni, pláne ha az ember meg érezni, milyen jó lehetett. Így van. Köszönjük szépen. Megyünk tovább, köszönjük.